Sziasztok! Nézzétek el nekem, hogy most ez a videó egy kicsit ilyen sietősebb lesz, de egyébként miért térnénk el attól, ami már megszokott és ami mindig is így szokott lenni, hogy holnap van a verseny, és ma még össze kéne rakni az autót, ami még nem igaz, mert ugye hivatalosan elérkeztünk az országos bajnokság első futamához, tehát mondhatjuk, hogy mit kell összerakni az autón, még tönkötösre tettem, hogy vesszük. Ez ugye nem igaz, mert ugye folyamatosan készülünk fel az új szezonra, az új évadra, mint ahogyan egész eddig ezt tettem, és ahogyan részleteket láthatatok is belőle. És ebben a videóban most már csak sajnos azt fogom tudni nektek megmutatni, hogy mik készültek el. Ezek mind olyan apró dolgok, amiket ilyen minden nap délután, munka után kicsit egy-egy csavart behajtogatva elkészültek. Nem is nagyon lett volna értelemből videót csinálni, elég össze-vissza lett volna. Tényleg ilyen apróságok, de azért így összeadva azért egy egész autót kiraknak. És hát ugye nyilván ugye több időm sincsen ezt bemutatni. Egyébként az országos bajnokság ez kicsit érdekes volt, mert egészen a múlt hétig, tehát egy héttel ezelőttig így senki nem tudott semmit, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, vagy micsoda lesz, és egyszer csak bejelentették az időpontokat, hogy mik lesznek idén, tehát mik lesznek azok a versenyidőpontok, amik meg lesznek tartva, és hogyha ti is meg akarjátok ezeket nézni, akkor lent a leírásban lesz majd egy link, egyébként pedig a morse.atv.hu-n megláthatjátok a versenynaptárat, de ugyanaz a link lesz a leírásban. Nyilvánvalóan most Nagypáliban fogunk menni, és már az előző videóban is említettem, hogy Nagypáliban nem sokára lesz egy verseny, ez most jött el, mert hát ugye nyilván azt az önkormányzat, ha jól tudom, az önkormányzat, vagy legalábbis sok közel az önkormányzathoz, annak a futamnak ők szervezik, és hát nyilván ők azért felrakták Facebookra, mint esemény már korábban, szóval valami is helyhető volt, de így, hogy országos bajnokság indul, és annak az első helyszíne, az csak egy ilyen héttel ezelőtt dölt el, vagy tudtuk meg, akkor került nyilvánosságra, fogalmazunk így, na de térjünk is rá az autóra. Ugye külsőleg annyit kell róla tudni, hogy szerintem látszik, le lehet mosva, mert ugye itt állok a cseresznye per megy per akármilyen fa alatt, és baszkesz, mikor raktam tőled azt a gúnypokot, na mindegy. És hát nagyon koszos volt, úgyhogy rendesen lehet mosva, ablakokkal, mindennel együtt, és egyébként közkívánatra, láthatjátok, felkerült az elejére, vagy visszakerült az elejére a Suzuki logó, egy ember kérte, közkívánatra visszakerült a Suzuki logó az autó elejére. És egyébként itt van egy kormány, ami talán ismerős lehet, ő volt az autónak az eddigi kormánya, mert most egy piros kormány kapott. Ő csak azért van itt, hogy megmutassam nektek, ez volt az eredeti kormány, ezzel vettem egyébként az egész autót, hogy itt a belsejében egy persely volt belehegesztve, azon volt a ricni, ami ugye rámegy a kormány műre, a kormány rúdra, az két hegesztéssel itt be volt hegesztve, egyez egyben elvágtam a hegesztéseket, kivettem, és nem ráhegesztettem arra a kormányra, hanem készítettem egy toldót, de akkor ezt meg is mutatom nektek. Ugye innen nézve jobban látszik, úgy van felrakva, ahogy a nagykönyv meg van írva, sülyeztett fejű imbusz nyílású csavarokkal, mert hát ez így néz ki jól, és itt van lenne az a ricni, ami hozzá lett hegesztve. Ugye ez nem egy mély agyas kormány, hanem ez egy nagyjából sikkormányra látjátok, ezért ugye ennyivel meg kellett oldani. Nem szép, tény, viszont masszív, és amire különösen büszke vagyok, hogy mert nagyon jól odafigyeltem, hogy egyenesen fut. Tehát, hogy a tekerem körbe nem inog, és nem jár föl le. Tehát sikerült központosan megcsinálni, és még a közepén, talán látjátok, talán nem ott figyel benne az anya, amivel fel van fogatva. Kicsit fura a színe, ez tény, ezt aláírom, főleg, hogyha itt láttok mellette egy másik pirosat, például az ülés, vagy az áramtalanító, ahhoz képest ilyen narancssárgás lehet a színe. Ez azért van, mert ez a kormány egy 1987-es gyártású olasz, méghozzá olasz gyártású, hát, mi is van ráírva? Már teljesen elfejtettem. Luisi kormány, jelentsen akármit. Mit mondjak, jobb mint az. Jobban néz ki, kicsit jobban is illik az autóhoz, és egyébként a kollégámtól kaptam, úgyhogy innen is köszönöm szépen neki, és ő pedig egy másik kollégától kaptam, hogy jó régen, hát ha nézel a videót, akkor ilyen kommentet, hogy újra láthatod a kormányodat, és ezúttal ugye legalább nem közúton, hanem versenyautóban. És ha már itt tartunk, talán észrevettétek, talán nem, hogy sötét lett a kép. Itt annyi változás történt, hogy bekerült egy plusz kapcsoló, a ventilátornak a kapcsolója, amivel nem azt tudom, a motorhűtő ventilátorról van szó, nem olyat csinálok, hogy bekapcsolom és kikapcsolom, és hogyha esetleg így hagyom, akkor felforra a motor, mert nem megy a hűtővíz, hűtőventilátor, nem, hanem megmaradt az automata állása, hogy az autó kapcsolja, amikor ő úgy gondolja, hogy akarja, illetve én felül tudom vezérelni, és be tudom kapcsolni manuálisan, ettől függetlenül az autó is bekapcsolja, és hogyha én átteszem automatára, és az autó már bekapcsolta volna, akkor megy tovább. Ez ugye nyilván most hideg a motor, nem történik semmi.
átkapcsolva állandó, hallhatjátok, elindult a hűtőventilátor igazából. Ennyi az egyetlen trükkje. Szóval ezzel egyetlen egy dolgot tudok csak csinálni, előbb el tudom indítani a hűtőventilátort, mint ahogy az autó szeretné. Hát most, hogy ez jó valamire, nem jó valamire, döntsétek el, én egyelőre annyit tudok mondani, hogy amikor beállok a rajthoz, ha nem felejtem el, átcsattintom állandóra, és gyakorlatilag úgy futok neki a futamnak, hogy már megy a hűtőventilátor. Ugye termosztát nincs az autóba, tehát már hűtheti a motort, ergo egy nagyon kicsit tudja lassítani a motor bemelegedését. Na és most, hogy rájöttem, hogy egész eddig rosszul volt beállítva a kamera, így meg tudom nektek mutatni, hogy ugye az akkumulátor innen elkerült, az a bukós isakom azért van ott, és azt tudjuk, hogy oda került hátra. Erről igazából több mindent nem is mondanék, viszont itt már feltűnhet nektek valami érdekesség, ez a védőfal. Ez a védőfal, ez úgy néz ki, hogy kinyitom hátul, hogy egy az egybe, így konkrétan onnan, ahonnan ugye a hátsülés kezdődne, föl a bukócsőig, és a bukócsőtől pedig előre az illesztésig. Gyakorlatilag ezt a szabályzat írja elő, hogyha az utastérben üzemanyagtartály, kipufogó vagy hűtőrendszer van, akkor azt el kell választanom egy védőfallal tőlem, magamtól. Ezért is került ez ide, ezért is halogattam olyan sokáig az üzemanyagtartálynak a behelyezését, mert nem akartam ezt a védőfalat ide berakni, mert hát... Tükör? Fal. Tükör? Fal. Kicsit gátolja a kilátást. Igaz, oda vághatnék egy nyílást, és akkor kilátnék. Egyelőre most ezt még nem teszem meg, mert egyelőre el kéne fogadtatnom így, hogy jó-e egyáltalán. És majd utána megyek tovább, az kivágom vagy nem, az gyakorlatilag egy ilyen kisebb-nagyobb szike mozdulattal ki tudom onnan vágni, ha egyáltalán elfogadják-e ezt a falat ide bentre. És aki figyelt, ő láthatta, hogy az előbb elhaladtunk itt az ablakban egy érdekes dolog mellett, ami ott a szembe lévő ablakban is van. Ez, hát hogy is mondjam, ezt is úgy kaptam. Ez régen, ha jól tudom, egy parkolóban volt ilyen foglaltság kijelző, ami kiírta, hogy mennyi szabad hely van még a parkolóházban. Ő azt a számot írja ki. Tehát gyakorlatilag beindítom az autót, felkapcsolom a világítást, akkor ő is 944-et ír. Igazából ezt a poént nem tudtam kihagyni egyszerűen. Sötétben jól néz neki, de azért megpróbálom most is megmutatni nektek, tehát nem letörni, hanem gyújtás, lámpa, onnan látjuk, hogy ég a lámpa, hogy világítanak ezek a műszerek, és kijövünk ide, és láthatjátok, hát 944, így kamerán keresztül nagyon keveset mutat, mert ez a járó motornak az üzemi feszültségére van méretezve, van benne egy feszültségszabályzó, nagyon egyszerűen vettem a történetet, gyakorlatilag ha 14 volt minimum megvan, akkor világít jó fényerővel, most örülök, ha van 12, azért ilyen halovány, de egyétek el, ezek nagyon jó ledek, tehát nagyon jól világítanak, ugyanolyan ledek, mint amiből a hátsó ledes lámpa van, amiben, hogyha én beviszem a kamerát, azért combosan világít. Ebből van ugye három, ez Kustánszegen már bizonyított, ez valamikor télen készült el az izzós lámpák helyére, mert észrevettem, hogy a középső lámpa már elkezdett egy kicsit megolvadni. Ugye rohadt meleg van, az folyamatosan 0-24-ben világít, ha nyilván, ha megy az autó, világítani kell, és hát kicsit már elkezdett megolvadni a búrája. Ez viszont fényerőben szerintem mindent és mindenkit is überel, szóval ezzel sem probléma nem lesz. És hogyha már itt vagyunk, akkor elérkeztünk az autó hátuljához, ahol annyit látottok, hogy visszakerült a lökhárító. Mert akárki akármit is mond, így sokkal autóbb formája van, mint a sima hátsó egyenes fallal, ami még ronda is, meg és a többi, és a többi. Szóval visszakerült a hátsó lökhárító ilyen plusz felfogatások igénybevételével, hogy azért mégis csak autó formája legyen ennek az autónak, akárki akármit is mond, ez egy autó. Tetszik vagy nem. És akkor most már csak egyetlen egy dolog maradt hátra az autón, ami feltűnhet, hogy nincs ott, az pedig a kipufogója, mert behoztak egy olyan szabályt, hogy az autót kötelezően fel kell szerelni egy darab hangdombítóval, és annak üzemelnie is kell. Igen, ez így le van írva, hogy üzemelnie is kell. Ugye egészen eddig, nem fogjátok látni, de itt volt a kipufogó vége valahol, akárhol, egy darab cső. De nem volt dob, mert amikor volt ott dob, nekem jöttek hátulról, összegyűrték az egészet, és hát többit találjátok. Annyi történt, hogy az autó elrendezéséből látszik, hogy itt van egy kardán alagút szerűség, amiben egyébként a kipufogó megy. És ugye amíg a helyén van az üzemanyag tartály, addig ő itt elkanyarodik, és arra fele kimegy hátra az előbb láthatott helyre.
Na már most, hogy nincs ott az üzemanyagtartály, így szabad a világ, hátrafele, szóval az történt, szerintem ebből a kis közeggyapotban rájöttök, az történt, hogy ott el lett vágva a kipufogó, oda föl lett téve a kipufogó dob, és valahol itt van a vége az autó alatt, tehát ebbe a nagy üregbe tud pufogni, hiszen ez tök üres, meg innentől hátrafele semmi nincs, szóval itt az autó alatt láthatjátok, hogy hopp, ott figyel bizony a kipufogó vége, tehát ott jön a cső, csőbilincs, és a általam nagyon imádott Zeus kipufogónak ott figyel abban a nagy üregben a vége, nem tudom most oda betolni a kamerát, de így jobban látszik, ott egy viszonylag nagy üreg van, és ezért is van itt ez a kis közeggyapot, hogy a tankot nem melegítse annyira. Már ki lehet próbálva Kustán-Szegen is ugyanígy ment az autó, az volt a tesztnap, mert hát az egyébként egy tesztnap volt, teszt verseny. Nem melegedett túlzottan fel egyébként ez a rész, tehát ilyen erősen langyos volt, mert egyébként leolvadt volna róla ez a kátványpapíros dolog is, meg minden. Meg hát ott azért bőven el van tartva a tank, mert hát erre készültem így titokban. De biztosan, biztos alapon teljesen a tank alá, a túloldaltól egészen gyárig be van rakva egy kőzetgyapott tábla, amiről ugye tudnélik, hogy 1200 fokig hőálló? Mindegy, hőálló, itt kb. 50 fok lehet maximum, tehát nem volt forró, csak ilyen erősen langyos. Szóval ez így jó lesz, és minden más lyuk pedig be lett tömve, amik ugye voltak itt csavarjukak ott hátul a biztonsági rögzítés kapcsán, ott látszik is. Úgyhogy ide kipufogás nem tud bejutni, de ha be is jutna egyébként, hát most nézzétek meg, be van csukva az ajtó és ott kilátni. Kilátni? Mindegy, ott biztos kilátni azon a két lyukon. Tele van lyukkal az egész autó, ott biztosan kilátni, úgyhogy hát na, nem lesz ebből gond, plusz még a fal, plusz még a menetszél, plusz még elő is tele van lyukkal az autó, például itt a tükörnek helyén, szóval itt nekem senki sem mondja, hogy itt olyan hatalmas, hogy problémáim lesznek. És akkor elértünk az utolsó módosítás változáshoz a tavalyi évhez képest. Végre vettem kőkemény 3000 forintért egy kezes lábas overallt, ami nagyjából jó is rám, így méretben, és szép kék, úgyhogy mi az üléshez és az övhöz. És elővettem egy pár bari új kesztyűt, szóval most már végre nem a fekete motoros ruhámban kell versenyeznem és azt összekoszolnom, hanem most már van direkt erre a célra szánt ruhám, amit szintén most fogok felavatni, úgymond holnap felavatni, amit is láthattok, hiszen a kamerának a helye az továbbra is ott figyel, nem szép, de legalább látjátok működik, és még csúnya is, szóval végre lesz direkt versenyzésre szánt ruhám, és a kesztyű. Nagyon sokat írt a kommentbe olyat, hogy munkás kesztyűbe, meg téli rakodó kesztyűbe versenyezzel, még mi van már. Na már most. Ez a kesztyű, ha valaki nem ismerné, akkor ez rohadt jól gumizott, fel van gumizva. És ezen a kormányon, el nem hiszitek, úgy tapad, mint az állat. Tehát konkrétan megfogom bele a kormányt, és nem csúszik el a kezeim között. Tehát nagyon jó fogás biztosít, ezért is tudom néha, látjátok, hogy csak egy kézzel tekergetem a kormányt, hogy nagyon jó fogást ad. Ez nem kell. Tehát nagyon jól meg lehet vele fogni a kormányt. Ezért is szeretem ezt a kesztyűt. Lehet, hogy meleg, de akkor is egy kesztyű. És nagyon jól fogja a kormányt. És egyébként, hogyha ezt a videót látván el szeretnétek jönni ti is, Páliból megnézni a versenyt, hát akkor nagyon siessetek, mert számításaim szerint én tudom, hogy hozzám képest holnap lesz a verseny. Ezt a videót ma fel fogom dolgozni, feltöltöm YouTube-ra, de ti ezt aznap fogjátok látni. Tehát most, amikor nézed ezt a videót, én valószínűleg éppen az autóban ülök, és éppen versenyzek Nagypáliba. Szóval az előre megmondom, hol van a verseny dolog, ez most nem jött össze. De remélhetőleg ugye minden úgy alakul, ahogy alakulnia kell. Egy jót fogunk versenyezni, jót fogunk szórakozni a többiekkel. És egyébként, mint ahogy azt eddig is megszokhattátok, mindenről készíteni fogok felvételt, ahogy az ugye tőlem telik, és valószínűleg akkor a következő videóban ti is átérhetjétek velem ezt az élményt, tehát magyarul látni fogjátok, de ezt már milliószor elmondtam, de azért miért nem mondjam el még egyszer, szóval, ha nem akarsz lemaradni majd arról a videóról, ami valószínűleg a következő videó lesz, akkor nyugodtan iratkozzál fel a csatornámra, hogyha ezt még nem tetted meg, mert úgy azért jobban biztosra lehet menni ebben a témában, és addig is pedig, sziasztok!